Szombat délelőtt több kora délutánig járási művészeti csoportok mutatkoztak be. Elsőként a Horváth István Általános Iskola táncsoportja lépett a színpadra. Előadásukban egy flashmobot láthattak az érdeklődők, melyet a fiatalok a sport, egészség és környezetvédelem projekt keretében mutattak be először, illetve tanították be az iskola tanulóinak. A Crystal Fitness Sport Egyesület 2009. októberében 19 fővel alakult. A csapat edzői törekszenek arra, hogy az odajáró gyerekek csoportbontásban foglalkozhassanak a fitnesszel. Készségüknek és életkoruknak megfelelően ismerkedhessenek a tánccal, akrobatikával, zenés tornával. Így az edzések 4 csoportban zajlanak, a legkisebb kezdőcsoporttól a 10-12 éve fitnessező nagyokig. A tagság által elérni kíván cél, hogy a sportegyesület magas szintű munkájával elősegítse a fiatalok rendszeres testmozgását, megismertesse a gyermekekkel az egészséges és aktív életforma fontosságát. A csapat edzője Antalka Zsoltné, Major Gábor, Antalka Olivia. A kicsik gyakorlatait Antalka Olivia, a nagyokét Király Béla koreografálta. Yourself. There's no need for someone else. There's no need.
A VBSK Aerofit tánccsoportja a gyerekek mozgásra nevelését tűzte ki célul. Az egyesület több korcsoportban tart edzéseket a fiataloknak, hogy koruknak, felkészültségi állapotuknak megfelelően foglalkozhassanak velük a csoportvezetők. A Dance Section Pét 2013. októberében alakult itt Pétfürdőn. Már a létszám 45 főre nőtt. A csapat legfiatalabb tagjai mindössze 4 évesek. A gyerekek keményen dolgoznak, céljaik között szerepel, hogy minél többen megismerjék és megszeressék őket, valamint hogy megmérettessenek számos versenyen, megmutatva a tánc iránti szeretetüket és tudásukat. Edzőjük Kolarics Kalocsa Ágnes, aki többszörös magyar, európa és világbajnok. 18 éve foglalkozik a mozgással, a Veszprémi Petőfi Színház tánckarának volt táncosa.
A Kid Rock and Roll esse 2006. május 1-én alakult. Fő profilja az akrobatikus rock and roll. Emellett foglalkozik színpadi látványtánc, pompontánc, musical tánc, show, páros és divattánc oktatásával is. Az Egyesület 3 és 25 éves kor között biztosítja a mozgást kezdők, haladók, versenyzők és hobbi táncosok részére. A New Dance World tánciskola 2004-ben alakult. A mára már 150 diákot számláló iskola hosszú évek kemény munkájával jutott el jelenlegi formájába. 4 helyszínen 6 tanártól tanulhatnak a diákok, és nem csak táncot, hanem alázatot szakmájuk iránt, precizitást, fegyelmet, önkifejezést és toleranciát. A New Dance World táncosai számos versenyről tértek már haza első helyezettként, illetve nagy sikerű tévés produkciók, úgy mint a Csillag születik, az X-Faktor és a The Voice, valamint a legszínvonalasabb divatshow folyamatos résztvevői.
gazzate tutte chiazze, pelli rosse un po' mazze, sono le ragazze che prendono il sole, la luna. Az Esztelánc Mazsorett együttes 4 éve működik Pétfürdőn. Heti 2 edzés keretében ismerkednek a lányok a botforgatás, a pomponozás, zászlóforgatás művészetével. Repertoárjukban megtalálhatók mind a tradicionális fúvószenekar indulók, mind a modern koreográfiák. A kemény munka rendszerint meghozza a gyümölcsét, a gyerekek évről évre sikeresen vesznek részt országos Mazsorett fesztiválokon, sok országos dobogós hellyel és bajnoki címmel büszkélkedhetnek. Az idei szezonban már az óvodás korcsoport is bekapcsolódott a versenyzésbe, és már is kiváló eredményeket tudhatnak magukénak. Yeah.
a Kyokushin karate egy klasszikus harci művészet. Az egymás közötti kapcsolatokat az edzőteremben a hagyományos japán karate tradíciók szabályozzák. Ezek a viselkedési normák hosszú idő alatt alakultak ki és jól beváltak. A modern nyugati társadalomban ezek a normák nem szokásosak, tehát külön meg kell őket tanulni. 1981-ben Várpalotán is a bányásportkör keretein belül megalakult az első Kyokushin Karate Klub. 1992-től saját nevelésű várpalotai karatéka vette át a klub irányítását Schwarz Robert, ötdanos mester személyében. A versenyzés mellett a klub a tömegsportot is szem előtt tartja, mivel a tagok nagy részét azok a karatékák teszik ki, akik nem a versenyzés, hanem a karate által nyújtott mozgás, szellemi és fizikai fejlődés miatt választották ezt a sportot. A tavalyi évben a magyarországi karate klubok rangsorában a 11. Jelenleg a 9. helyen get the show on, get paid.
race, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man begs to give up. A délelőtti, kora délutáni produkciók sorát a Madzag Gólyalábas Együttes vásári komédiája zárta.